A Magyar Falu programnak köszönhetően egy új polgárőr autóval, valamint egy kis traktorral és tartozékaival, valamint egy fűnyíró kis traktorral gazdagodott Mezőzombor. Radó Béla polgármester köszönetet mondott Magyarország kormányának és Kont Zsófiának, a térség országgyűlési képviselőjének a támogatásért és a lobby tevékenységért. A település első embere kihangsúlyozta azt, hogy az új Suzuki Vitara típusú személygépjármű megvásárlására 4,9 millió forintot nyertek, amelyet 2,5 millió forint önerővel kellett az önkormányzatnak kiegészíteni. A traktorra és tartozékaira pedig 15 millió forintot nyertek, szintén a Magyar Falu programnak köszönhetően. Nagyon-nagyon öröm számunkra, hogy továbbra is sikeresek vagyunk a Magyar Falu program pályázatain. Ezt 2021-re és érvényes, és 2020-ra is. Ez az elmúlt évi két beszerzés, amit most átadtunk, ugye az egyik a polgárőr autó, ami azért is nagy öröm számunkra, mert ez most már a civil egyesületünknek a saját tulajdona. Tehát eddig mindannyiszor használt járműveket kaptunk a szövetségtől, illetve a belügyminisztériumtól. Ez most már valóban a mi tulajdonunk, amiből 4,9 millió forintot sikerült pályázat útján nyernünk, és az önkormányzat 2,5 millió forinttal pótolta ki ezt az összeget, hogy egy ilyen felszerelt Suzuki Vitarát tudjunk vásárolni, mint amit átadtunk itt most a mai napon. Nagyon nagy segítségünkre volt a pályázat, sikeres pályázat elbírálásában képviselőasszony, illetve Csóra György elnök úr, úgyhogy ezúton is nagyon szépen köszönöm a segítségüket. Valamint mai napon egy 15 millió forint értékű Magyar Falu program pályázaton elnyert kommunális eszközbeszerzésen beszerzett traktort, illetve annak az eszközeit is átadtuk, ami valóban ez is a falu tisztaságát és rendezettségét fogja majd szolgálni. Nem különben ugye nekünk a legnagyobb a közigazgatási területünk a járásban, és ezért is fontos, hogy új és korszerű gépekkel ezeket karban tudjuk tartani. Kont Zsófia országgyűlési képviselő köszönetet mondott a polgárőröknek, hogy a szabadidejük terhére vállalnak szolgálatot a lakosság biztonságának növelése érdekében. Hozzátette, hogy a pályázaton elnyert traktor pedig egy új munkatársat jelent majd a település közterületeinek rendben tartásakor. Ez a Magyar Falu program, ugye már sokszor beszéltünk róla, de tényleg hihetetlen, hogy hány területen tud segíteni a településeken, a kis településeken élőknek, úgyhogy ez a mai nap is ezt mutatja. Ugye itt január első ilyen hivatalos programján veszünk részt, és én nagyon-nagyon örülök annak, hogy egyrészt egy új polgárőrautóval tud a polgárőrség bővülni, másrészt egy új traktor érkezett a településre, ami azért nagyon jó, mert tényleg ez kvázi egy új munkatárs, akinek lehet segítséget, akitől lehet segítséget kérni, és mindig azt szoktam látni a településeken, hogy ennek nagyon-nagyon örülnek, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó évkezdés. Hát itt a polgárőrséggel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy a tavalyi évben is nagyon-nagyon sokat tettek azért, hogy a településeink közbiztonsága rendben legyen, és tényleg hihetetlen, hogy ők a saját szabadidejüket azzal töltik, hogy rendet tartsanak, biztonságot tartsanak fel a településeken, úgyhogy ezért köszönet és hála, és egy ilyen új autó szerintem mindenképpen ezt tudja szolgálni, illetve hát azért itt a járványhelyzet idején is nagyon sokat segítettek, és szerintem ezt nem lehet az ember elégszer megköszönnie. Úgyhogy én gyakorlatilag az év végét is az egyik polgárőrségi rendezvényen töltöttem, akkor szerencsén egy ilyen regionális találkozóra került sor, ahol a nagy családosokat köszöntötték karácsony alkalmából, most pedig az évet együtt kezdjük itt egy új polgárőrautó köszöntésével, úgyhogy én ennek nagyon-nagyon örülök. Polgármester úr, mindig azt szokta mondani, hogy az a cél, hogy a településen élőknek a komfort érzete növekedjen, és tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy Mezőzombor abszolút egy jó példa, hiszen az elmúlt években számos olyan beruházás projekt történt, amit még édesapámmal együtt elkezdett polgármester úr, most pedig mi folytatunk, ami szerintem az egész településnek egy nagyon-nagyon jó dolog, és itt nem csak a kerékpárútról van szó, ami nyilván egy hatalmas dolog, és tényleg szoktam látni, hogy szerencs irányába kerékpároznak, de megújult az óvodában is számos dolog, és hát egy új bölcsőde fog épülni, ami szerintem szintén egy olyan fontos vízió, amely mindenképpen a település szolgálja. Csóra György, a Borsodabaúj Zemplén megyei polgárőr szövetség elnöke szólt arról, hogy az új modern autó hozzájárul majd ahhoz, hogy a polgárőrök hatékonyabban tudják teljesíteni az önként vállalt szolgálatot.
A magyar kormány stratégiai partnernek tekinti a polgárőrséget, és ezt bizonyítja kézzelfogható dolgokkal. Többek között ez az autó is azt bizonyítja, amit átadtunk, hogy a kormány odafigyel a közrend közbiztonságra és a segítőkre, akik a közrend közbiztonságért tenni akarnak valamit. A polgárőrség itt Mezőzomboron tenni akar. És ahhoz, hogy ezt eredményesen és jól tudják végezni, ahhoz kell a technikai háttér is, és nagy örömünkre szolgált, hogy a mai napon tulajdonképpen karácsonyi ajándéknak is fölfoghatjuk, átadhattuk a polgárőröknek ezt a Suzuki Vitarát, ami egy csodálatos jármű, ami nagyban hozzá fog járulni szerintem, és a tapasztalatom szerint is, ahhoz, hogy a polgárőrök pillanatok alatt bármilyen probléma esetén ott tudnak lenni, tudnak hatékonyabban járőrözni, és hogyha visszagondolunk a tavalyi évre, a pandémiára, nagyon sok kis településen a polgárőrség volt az, aki az idősöknek elvitte a gyógyszert, elvitte az ennivalót, kórházba elvitték, és sorolhatnám azokat a problémákat, amik jelentkeztek. És ugyanez volt itt Mezőzomboron is, hogy a polgárőrség. Igaz, hogy akkor egy használt gépkocsival, de tették a dolgukat. És most ez az új autó lendületet fog adni a csapatnak még nagyobbat, hogy amit fölvállaltak, hogy a helyi közrend közbiztonságért, az emberek biztonságáért tegyünk, azt meg fogják eredményesen oldani. Ezekkel a megvalósult pályázatokkal tovább bővülnek a lehetőségek Mezőzomboron, így még élhetőbbé válik a település a helyiek nagy örömére.